Szevasz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon! A mai videóban nem máson csinál, mint kérdésekre fogok ugye válaszolni. A múltkor elkezdtük, ez a második fele ennek a kérdezfelelek videónak. Ugye még rettentő sok kérdésem van, úgyhogy én most erre szeretnék válaszolni. Hogyha a múltkor tetszett nektek ez a vezetős videó, amíg itt válaszolok a kérdésekre, akkor most is bent lesz, hogyha nem, akkor nem lesz bent. Ugye ezt a videót én most folytatom még a múltkoriból, tehát fogalmam sincs, hogy mit írtatok még, de majd úgy fogom megszerkeszteni, amit írtatok nekem. Tehát, hogyha láttok közben vezetést, akkor tetszett, ugye ez azt jelenti, hogy ha nem, akkor csak az én fejemet fogjátok látni, és senkinek nem tetszett. Úgyhogy folytassuk tovább, vagy álljunk neki, ugye ennek a kérdezfeleleknek. Tehát, Kutyus Reni kérdezte, nem féltek a környezetedben lévő állatoktól? De, komolyan mondom, ahol régen laktunk, ott rettentően sok veszélyes állat volt, éjszaka kijöttek, és ott az autóval elkezdtek ott pörögni, ugye egy ilyen üzéket csináltak, meg azok a szomszédok, komolyan mondom, nagyon veszélyes állatok voltak, de ilyen kígyóktól, azoktól is félünk, pókoktól is félünk, más ilyen veszélyes állat is, tehát a kengurútól nem félünk. Na minden, megyünk a következő kérdésre. Szia Tamás, azt szeretném kérdezni, hogy te szoktál videósokat nézni? Persze, hogy szoktam videósokat nézni, mert ajánlok egy párat. Hú, ugye fel van sorolva egy pár. Én azt mondom, hogy ezek mind magyarok. Folovana, Maris, Lucky, azt hiszem. Köszönöm. Na, aztán Lucky gyereket. Én azt mondom, hogy arról hallottam. Biztos, hogy láttam is, de most nem tudom, kicsoda. A másik kettőt azt annyira nem ismerem. Nem annyira egyáltalán, nem tudom, hogy az kicsodák. Lehet, hogy magyarok, lehet, hogy nem. Én szoktam nézni ilyen videósokat, de nem magyarokat, hanem amerikaiakat. Ilyen vlogosokat is szoktam nézni, aztán szoktam nézni ilyen videósokat, akik autókról készítenek videókat, ilyen Ferrari, meg ilyen McLaren ilyen autókról, hogy elmennek, megnézik, bemutatják őket, kipróbálják. Tehát én ugye szeretem az autókat, ezt mindenki tudja, hogy szeretem az autókat, mert hogyha nézitek a csatornát. Gábor Surman kérdezte, szia, a Davis mennyire érti, hogy mit mondasz neki magyarul? A Davis, nem tudom, egy-két szót lehet, hogy megérte, amit mondok neki, vagy a szüleim, de az angolt az biztos, hogy jobban érti. Alex kérdezte, szia Tamás, nekem az lenne a kérdésem, hogy miért költöztetek a szüleiddel Ausztráliába, és hány éves voltál akkor? Válaszolt előre is köszönöm. Én akkor 19 éves voltam. Hogy miért költöztünk ide Ausztráliába? Azért, mert apukám mindig ide szeretett volna költözni, ide Ausztráliába, sokat olvasott róla annak idején, és végülis ezért költöztünk ide. Vannak ausztrál ismerőseitek, barátaitok? Mihály Samu kérdezte, igen, vannak ausztrál ismerősünk, barátok, inkább ismerősök, nem mondhatnám, hogy barátok, ismerősök, tehát nem tudom, mert vannak, de nem barátok, inkább ismerősök, maradjunk ismerősök. Ugye a barát az az, mikor barát, találkozol vele majdnem minden nap, és sokan együtt vagytok, az ismerős az meg ismerős. Nem, menjünk tovább. A szüleiddel magyarul beszélsz, vagy angolul? A szüleimmel magyarul beszélek, ugye, ezt tudnám képzelni, hogy angolul beszélek a szüleimmel, csak is magyarul. Mikor lesz még strandolós videó? Akkor, mikor mondjuk legközelebb ugye strandolni, akkor biztos, hogy lesz, vagy mikor lesz, nem tudom. Aztán mikor lesz még olyan szivatás, mint például, amikor megvágtad magad a metszólóval? Ez csak egy példa volt, bármilyen prank lesz még a csatornám, amit bemondanád a nevemet. Pintje Dávid Zoltán. Nem tudom, lehet, hogy lesz, lehet, hogy nem lesz. Az a baj ezekkel a szivatós videókkal, ugye ezekkel a prankekkel, hogy nem mindig mindenkinek tetszik. Hogyha csinálok ilyen videót, nagyon sok ilyen negatív kommentet kapok hozzá, hogy ugye tudjátok, hogyha láttátok, hogy meg sem vágtad magad, ez hülye átverés volt, meg hasonló dolgok, meg nem is volt igaz, ez csak meg volt játszva. Miért beszélsz angolul? A feleséged miért nem magyarul beszél? És nem tudom. Amúgy ezekkel az a gond ugye, hogy a legtöbbet angolul kell, hogy kellene, hogy csináljam, és feliratozva, ami nem tudom, hogy sok embernek tetszene, vagy nem. Kivéve, hogyha az öcsémet, vagy a szüleimet velem át, ugye azt meg tudom csinálni magyarul, de hogyha a Lucas-t akarom átverni, vagy a feleségemet, vagy egy teljes idegent, azt nem tudom magyarul megcsinálni. Tehát beszélni kell, az csak angol és feliratos. Na minden, lehet, hogy még lesz, gondolkoztam, hogy lesz majd a jövőben, van egy pár ötletem, de majd meglátjuk. Úgyhogy menjünk tovább. Drága 5-4 emberre egy repülőjegy. Hát,
5-4 ember egy repülőjeggyel nem tud eljönni, az lehetetlen, komolyan mondom, de hogyha mind az 5-en vagy 4-en vesznek repülőjegyet, mármint fejenként, nem csak egyet, drága. Bár attól függ, hogy honnét. Tehát Melbourneből vagy Sydneyből ide hozzánk a Gold Coastra nem olyan túl drága, mint mondjuk Magyarországról ide Ausztráliába. Körülbelül olyan $2,500. Van mikor olcsóbb, hogyha olyan időszakban mész, amikor senki nem akar jönni vagy menni, mert olyan az idő, vagy én nem tudom, vagy nincsen ugye szezon, de olyan $2,000 az körül van, $2,000 körül. $1 az mennyi? 220 forint azt hiszem, tehát átszámolhatod. Az mennyibe kerül, nem túl olcsó, főleg nem 4-5 embernek, fú, te. Bár attól függ, hogy mennyi pénzed van ugye. És ha sok pénzed van, az semmi. Főleg, hogyha első osztályon akarsz lenni, múltkor láttam, na minden, $25,000 volt egy darab jegy az első osztályon. Te, $25,000, gondolod, a szoroz meg 4-jel, vagy 5-tel. Te abból tudod, mit lehet venni? Ha majdnem egy kisebb unitot, egy ilyen lakást, mármint mit mi nálunk. Ott Magyarországon, megvetitek, fú, na minden, menjünk tovább. Mi van a játékcsatornáddal? Csatornával. A játékcsatorna még megvan, csak nincs olyan túl sok időm. Mindig valami mással töltöm az időmet, tehát vagy videózok mást, vagy a valami ötöt készítjük a Lukasszel, vagy a családdal foglalkozok, vagy menni kell valahova. Majd lesz vagy videó rajta jövővel, legalábbis azt hiszem, hogy lesz. Várjál, menjünk tovább. Szia Tamás, az lenne a kérdésem, hogy hány éves Lukasz és Tamás és Davis és a feleséged? Én 35 múlottam, feleségemmel egy évvel fiatalabb, a Lukasz az 8 éves múlott, a Davis pedig 1 éves múlott. Aztán megyünk tovább. Szia Tomi, láttam pár videódban, hogy van nálatok Suzuki Swift, amit magyarba gyártanak. Mennyibe kerülnek? Plusz azt vettem észre, ha mentek boltba vagy valahova, de van közel parkoló a bejárathoz, mindig jó távol állsz meg. Miért? Mennyibe kerül egy Suzuki Swift? Az alap, van az alap, ha jól tudom, olyan $14,000. Attól indul, aztán van ez a GT változat, ami ez a sportosabb változat, hogyha jól emlékszem, az olyan $22,000-$23,000, meg a kettő között van valamilyen közép változat, hogyha jól emlékszem, olyan 18 lehet talán. Hogy miért olyan messze állok meg, jól látod, mindig messze állok meg mindenkitől, azért, mert nem szeretem, hogy egy autó beáll mellém, és véletlen rányítja az, ugye, az ajtót, ugye, véletlen megkarcolja az autót, összetöri, én szeretek mindenkitől jó messze megállni. Aztán menjünk tovább. Lukasz, mikor tesz fel videót a magyar csatornájára? Nem tudom. Mindig nagyon sokan kérdezitek tőle. Én is mindig mondom neki, hogy Lukasz, mikor lesz magyar videó, mindenki kérdezi. Azt mondta, mostanában nem lesz, majd lesz. Tehát én nem tudom, nem az én csatornám. Mit gondol a családod arról, hogy te videózol? Mivel vágod a videókat? Mivel photoshopolsz? Na, mit gondol a családom arról, hogy videózok? Nem tudom, mit gondol róla. Biztos, hogy szeretik, de ők nem szeretnek bent lenni, ugye nem szeretnek szerepelni. Tehát amúgy nincs vele bajuk, hogy ugye videózok. Kivéve a Lukasz meg a Davis, ők szeretnek szerepelni, amúgy a családban senki más nem szeret szerepelni. Mivel vágod a videókat? Final Cut Pro 10-essel vágom a videókat. Mivel photoshopolsz? A photoshoppal, de nem photoshopolok, nem szoktam photoshopolni. Ilyen effekteket általában, ilyen képeket, vagy mondjuk rá, magamra rakok egy ilyen hajat, vagy valamit ugye minden múltkor. Azt vagy az After Effects-be szoktam megcsinálni, ugye ez is az Adobe-nak az egyik programja, de inkább videó szerkesztésre való. Én ott bele szoktam rakni a videót, és abból egy képkockát kivenni, és azt átszerkeszteni, tehát az After Effects-et szoktam használni, vagy pedig a Final Cut-ot, azzal is tehet egy pár effektet készíteni, de nem a legjobb. Photoshopolni nagyon nem szoktam. Régebben szoktam, de annyira a Photoshophoz én nem értek. Aztán menjünk tovább. Hello, szia, szervasz, a közeletekben van extrém pálya, ahol BMX gördeszka rollereznek, igen, van BMX pálya, van gördeszka pálya, van roller pálya, nagyon sok van amúgy nálunk, itt a közelben is van, várjál, kettőről tudok, ami itt van, csak a közelben. Lukasz és Davis, mit kaptak karácsonyra, amúgy nagyon jó videós vagy, ajándékot kaptak karácsonyra, ugye, mit kaptak, a Davis kapott egy biciklit, egy ilyen háromkerekű biciklit, kapott egy kis autót, kapott egy nagy autót, te kapott ruhákat, a Lukasz kapott könyvet, kapott egy játékot, ilyen PlayStation-es játékot, ezt az Overcooked játékot, a ruhát kapott ő is, tehát ilyen dolgokat, ilyen gyerek dolgokat. Aztán
Ausztrálián belül melyik városban élsz? A Gold Coaston lakom. Én minden nap elnéznék egy 20 perces videót rólatok, a pár perces videó naposra... Várj, ez nem kérdés volt! Ez csak egy ilyen komment volt a videó alatt. Úgyhogy megyünk tovább. Nézel ausztrál videósokat? Mondasz egyet-kettőt, ha ismersz. Ausztrál videósokat nem nézek, nem is ismerek ausztrál videósokat, tudom, hogy vannak. Ugyanis benn volt a hírekben, hogy itt még a Gold Coaston is azt hiszem, hogy három ilyen nagyobb videós van, akinek ilyen több mint egy millió feliratkozója van, vagy 500 ezer, nem is tudom, valami ilyesmi volt, de hogy milyen videókat csinálok, nem tudom, nem hiszem, hogy vlogolnak mondjuk, mert azt tudnám, de fogalmam nincsen, nem nézem őket. Aztán menjünk tovább, Tamás, az, hogy mindig nyuszizod a Davis-t, nem gondolod, hogy később nem fog örülni ennek, ha most nyuszinak hívod, nagyon könnyen rajta maradhat ez a név, és felnőtt korában is nyuszizni fogod. Mit gondolsz erről? Számomra zavaró lett volna, ha így hívtak volna. Szerintem nem, mert a Lucas Aspectonnek szoktam hívni, Tukinak szoktam hívni, meg nem is tudom minek, de... És nem maradt rajta, ugyanis most nagy ritkán alakívom, de nem mindig. Tehát a Davis-en sem fog rajta maradni ez a nyuszizás, tehát nem fogom nyuszinak hívni, mikor 18 vagy 25 éves lesz, ugye? Tehát ez a nyuszi dolog el fog tűnni szerintem pár hónap, egy év vagy két éven belül. Tehát nem, na, nem fog rajta maradni, tehát ettől nem kell félni. Szia! Lucas, mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz? Mi szeretne lenni, nem tudom. A Lucas ugye még mindig pici, tehát mindig változik a terve, de sok minden szeretne lenni. Programozó, aztán rendező, könyvíró, rettentő sok minden. Tehát, hogy mi lesz belőle, azt még nem tudjuk. Várjál, megyünk tovább. Csak próbálom... Az én kérdésem, hogy mi a feleséged keresztneve? Veszna, Vesznának hívják a feleségemet. Aztán megyünk tovább. Mi volt az első munkád Ausztráliában? Az első munkám itt Ausztráliában egy ilyen csempésnél dolgoztam egy hetet körülbelül, vagy kettőt, és fugáztam a csempét. Ez volt, azt mondom, hogy ez volt az első munkám. Ja, ez volt az első munkám. Úgy csináltam több munkát is. Menjünk tovább. Mi lesz a 100 000-nél? Ha elérjük a 100 000 feliratkozót, te a YouTube-tól kapok egy ilyen ezüst gombot, és annak rettentően fogok örülni, hogy mit csinálok, nem tudom. Majd megkérem tőletek, hogy mit csináljunk, hogyha lesz 100 000 feliratkozó, valami érdekes dolgot. Majd gondolkodunk rajta, majd meglátjuk. Az még azért odén van. És még csak mennyire 55 körül járunk, ugye 55 000-nél. Csak nézem közben a percet, nem akarom túl hosszúra készíteni ezt a videót. Hány éves vagy? 35 múlottam. Várjál, menjünk tovább. Hogyan kaptad az ötletet a köszönéshez? Az Amerikai Pite 2-ből, ezt most mondtam el, vagy nem mondtam el? Várjál, nem emlékszek. Amerikai Pite 2-ből, mikor a Stifler mondta, kikiabált, hogy hello, szia, szevasz, fonálatok, terasz, az autóból. Na, onnét jött ez az ötlet. Mikor... Várjál, nem az. Szia, mi a kedvenc filmed és miért? A kedvenc filmem, a Visszajövőbe, 1-2-3. Hogy miért? Mert az egy rettentő jó film. Én azt nagyon szeretem. Kiskoromban az öcsimmel megnéztük, vagy több százszor szerintem. Kívülről tudjuk a magyar szöveget. Rettentően szerettük azt a filmet. Tehát az a kedvenc. Ami van sok film, amit szeretek, de az a kedvencem, ugye. Menjünk tovább. Hány évesek vagytok a Lucas, te és a feleséged? Öcséd, nincs magyar nyelv a gépen. Ugye mondtam, hány évesek vagyunk. Én 35, a feleségem egy évvel fiatalabb, a Lucas 8, múlott a Davis 1, múlott az öcsém pedig 3 évvel fiatalabb, mint én. Hány éves vagy a is a feleségeddel? Hol fogtok költözni, még nem tudjuk. Valószínűleg egy házba, ide valahol a környékre, ugye, hogy a Lucas vissza akar menni az iskolába ebbe, nem a régibe. Hogy hol, azt nem tudjuk. Lucas mikor kezdett el videózni? Hú, te, a Lucas akkor kezdett el... videózni, körülbelül mikor megjött az esze. Ami körülbelül, hány évesen van, olyan 2 éves körül van, azt hiszem? Akkor kezdett el videózni, mégis először én kezdtem el videózni, ugyanis mindig mondta, hogy fogjam a kamerát és videózzam. Tehát nekem kellett őt videózni, de mégis ő videózott. Aztán ő is videózott, csak abból sok mindent ugye nem lehetett látni, tehát olyan két és fél évesen kezdett el. Vannak ilyen sok ilyen régi felvételek, lehet, hogy egyszer megmutatom nektek. Sok érdekes.
Végül is inkább játszás, tehát ez nem olyan videózás, inkább játszott, beleképzelte magát, hogy mondjuk ő a Hulk, vagy az Iron Man, és üt, vág, ugye mindent, vagy autóversenyző, és elképzelt, hogy a, mondjuk az autóversenyző ugye a pályán van, és hogy versenyezik, de ez ugye bent történt a lakásban, tehát ez nem ilyen beállított felvétel, de vicces volt. Na, menjünk tovább. Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy odakint jobb élni, mint Magyarországon, és örökre ott akartok maradni. Tehát nem tudom, ez attól függ, hogy, hogy milyen Magyarországon. Jó itt élni, legalábbis én szeretek, hogyha Magyarországon laknánk, nem tudom, lehet, hogy ott is szeretnék élni. Fogalma nincsen. Még 19 évet ott éltünk Magyarországon. Nekem végül is nem volt semmi baj a Magyarországgal, így, hogy így visszagondolok. Én ott is szerettem ugye lakni, itt is szeretek lakni, tudom, hogy teljesen más. Örökre itt fogunk-e maradni? Nem tudom, ugye ez még a jövő titka, hogy örökre itt fogunk-e maradni. Én szívesen elköltöznék ugye Los Angelesbe, de nem hiszem, hogy el fogunk Magyarországra, nem hiszem, hogy vissza fogunk költözni, ugye, mert nem tudnánk, tehát egyáltalán nem tudnánk, ugye a Lucas-szel, a Davis-szel, a feleségemmel, a feleségem ugye semmit nem beszél magyarul, tehát rettentő ugye nehéz lenne neki, a Lucas-nek, a Davis-nek is ugye, a Lucas már abban a korban van, hogy most már nehéz, még biztos, hogy könnyebben megtanulná a magyart meg jobban, de az akcentusa már nem lenne olyan magyaros akcentus szerintem, bár sose lehet tudni, lehet, hogy még lenne, nem tudom, de most én nem akarunk visszaköltözni, nem most, hanem később se, tehát nem akarunk, na minek? Menjünk tovább. Lesz house tour az új házban, az újban, abban biztos, hogy lesz, tehát mindig megmutatok nektek valamit. Tudom, hogy itt is ígértem, hogy majd lesz és körbe megyünk. Ugye így az elején volt is, mielőtt beköltöztünk, lehet, hogy most is lesz majd a jövőben, vagy majd meglátjuk. Hol laktál eddig Magyarországon, és hol születtél? Nagykanizsához közel? Mert én otthon lakom. Én Nagykanizsán születtem, ott is, ha laktam, 19 évet. Aztán költöztünk ide. A Mazdát mennyiért vetted, és mit tud? A Mazdát mennyiért vetted, mi az, hogy mit tud? Hogy mit tud a Mazda? A Mazda azt tud gurulni, lehet vezetni, le lehet venni a tetejét. Na minden, menjünk tovább. Mikor lesz élőadás a csatornádon, és mikor lesz még nyereményjáték? Nyereményjáték, minden szombaton a valami jött, de majdnem minden szombaton lesz. És mikor lesz élőadás? Nem tudom, hogy ígértem nektek, hogy lesz élőadás, csak közben nézem, hogy hol tartunk a percekben, hogy mikor, nem tudom, mikor lesz élőadás. Amint lesz időnk, lesz. Már menjünk tovább. Szia Tamás! Majd megtanítod a feleségedet rendesen magyarul, és majd bemondod a videóba a nevem. Zsófia Balog. A feleségemet rendesen nem tanítom meg magyarul, semennyire se tanítom meg, mert szerintem felesleges, ugyanis, hogyha meg is tanulom magyarul, szerintem semmi használt nem venné neki. Na mindegy, menjünk tovább. Hány éves vagy és milyen magas? 35 hullottam, 178 centi. Menjünk tovább. Gyerekek, állatok, nem az, az nem kérdés volt. Menjünk tovább. Szia Tomás, üdvözlöm a családodat, köszönjük szépen. Mi is üdvözlünk tégedet. Balack Bandid, az a neve. Remélem, hogy jól mondtam. Azt akarom kérdezni, hogy hány éves Lucas és Davis? Amúgy Norbi a nevem. Rendben van, Norbi. Mit akartam mondani? A Lucas hány éves? Mondtam, 8 mullott, 1 mullott a Davis. Melyik a kedvenc magyar ételed? A halászlé. Azt szeretem a halászlét. De nem magyar hallal, hanem ausztrállal, a szálkamentessel, amit anyukám készít. Na mire? Davis mikor fog vlogolni? Nem tudom, lehet, hogy nem is fog vlogolni. Fogalmam nincsen. Szia Tamás! Mi a véleményed a reggae zenéről és a rasztákról? Én rasta vagyok. Mi az a rasta? Minden zene jó, egy maga módján. Tehát, hogyha olyan a zene, nem tudom, elmegy, gondolom, nem tudom, mi az a rasta. Nem kell. Szia Tamás, hogy tanultál meg ilyen folyékonyan beszélni angolul? Nálatok van, hol lesz room tour? Na, hogy tanultam meg beszélni folyékonyan magyarul, úgyhogy ugye ide költöztünk, és meg kellett tanulni ugyanis. Ha nem tanultam volna meg, nem tudtam volna elmenni dolgozni, nem tudtam volna elmenni a boltba kérni egy szalámit, vagy akármit, meg ugye amikor elmentünk bulizni, ugye senkivel nem tudtál volna beszélni, nem csak a buliba, a munkahelyen is. Tehát minden alap, mindenhez ugye meg kellett tanulni angolul, és folyékonyan beszélni, mert ugye nem tudnám megértetni magam ugye a feleségemmel, vagy nem érteném, hogy ő itt mond, tehát
Így tanultam meg. Tehát elmentem dolgozni, és a munkahelyen rettetéskor tanultam. Tehát ugye ott csak angolul beszélt mindenki, mert mindenki ausztrál volt. És na mindjárt, hol tartottam? Van, nálatok one ho. Itt minálunk nincs, de fönn a hegyekben, Sydney környékén, től egy kicsit messzebb, meg Melbourne, ott a hegyekben van télen hó. Lesz-e room tour? Majd lehet, hogy lesz. De melyik szobát mutassam meg? Hogyha nem tudnád úgy befejezni a videót, hogy hello, szia, szevasz, akkor minél fejeznéd be a videót? A videót sosem úgy fejezem be, hogy hello, szia, szevasz. A videót úgy kezdem, hogy hello, szia, szevasz. Szia, mennyit keresel Ausztráliába? Kb. Mert eljött az idő, hogy döntsek a válaszod előre is. Kösz! Mennyit keresek Ausztráliában? Nem tudom, hogy mennyit keresek Ausztráliában, ugyanis mindig másképp... Én nem úgy keresek Ausztráliában, hogy megvan adva, hogy ezen a héten ennyit keresek, vagy óránként ennyit keresek, mi a magunknak dolgozunk, van, hogy egy héten többet keresünk, van, hogy egy héten meg kevesebbet keresünk, meg van, hogy egy héten nem is keresünk, mert nem dolgozunk. Tehát amikor van munka, akkor dolgozunk és keresünk, mikor nincs, akkor meg semmit nem keresünk. Tehát a pénz miatt ne döntsél úgy, hogy ide kijössz, mert... Itt többet keresünk, ugye többet keresünk itt Ausztráliában, de jóval többe kerül minden, és az a pénz, egy átlag fizetés, amit keresel, szerintem nem tudom. Na minden, majd egy következő videóban, vagy na minden, ma beszélek erről, lehet, hogy bővebben, meg már beszéltem is erről, tehát más. Csak azért, mert itt többet keresel, többet is költesz. Tehát ez ne legyen az ugye a döntésed, hogy mondjam, tehát azért akarsz ide költözni, mert itt aztán annyit keresnek az emberek, többet keresnek ugye, de jóval többet költenek, hidd el nekem, minden jóval drágább. A Magyarországon, na minek, ne menjünk bele, menjünk inkább tovább. Hello, szia, szevasz, kérdéseim, feleséged révén tudsz egy-két szót makedonul? Igen, tudok. Te, majd lehet, hogy el is mondom, melyik az a hely Ausztráliában, ahol egyszer nagyon el szeretnél jutni? Hát nem tudom, én szeretném körbeautózni Ausztráliát. De olyan hely, olyan nincsen. Olyan helyre már mindenhol voltam, ahol rettentőre ugye el szerettem volna jutni. Tehát Sydneybe rettentő sokszor voltam, ugyanis a feleségem ugye odavalósít, tehát annak idején nagyon sokszor ott szoktam lenni, elmenni, meglátogatni, ott szoktam maradni is vele. Voltunk Melbourne-be, fenn éjszakon is voltunk. Tehát minden, a kivéve Darwinban még nem voltam, Alice Springbe el szeretnénk menni, még a sivatagba, azt én meg szeretném nézni. Amúgy, ahogy mondtam, mindenhol voltam. Menjünk tovább. Szava Tamás, ez a kérdés bent lesz a videóban. Látod, bent volt a videóban. Végül milyen autót szeretnétek venni? Ki a helyet? Nem tudom. Múltkor mondtam, hogy lehet, hogy Holdent, Commodore-t ugye, vagy Ford Falcon-t, de lehet, hogy a Mazda 6-osat, vagy ma láttam az új Kia-t. Na nem tudom, az még odébb van szerintem. Mióta ismered a feleséget? Több mint 10 éve, ugyanis már 10 éve vagyunk házasok. Aztán várja, menjünk tovább. Szia, te feleséged sokat keres, mert lehet, hogy oda költözöm, és érdekel. Szia, te is a feleséged sokat keres. A feleségem az nem keres sokat, mert ugye nem dolgozik, ugye az nem keres semmit sem. Én keresek, de ahogy mondtam, pénz miatt ne költözzél ide, többet keresünk, többet költünk. Amúgy én rettentő sokat dolgozok, nem tudom, hogy láttad-e a videóban, de rettentő sokat dolgozok. Valahogy egy héten 7 napot. Egy hónapban ugye egész végig, tehát attól függ, hogy hogy van munka, tehát azért látni ugye, hogy ugye ilyen helyen lakunk, de nem mindenki dolgozik annyit, amennyit én dolgozok, tehát na minden, pénz miatt nem kell ide költözni, tehát nem a pénz az elsődleges dolog szerintem, amiatt ide akarsz költözni, mert ez mellett rettentő sok olyan dolog van, ami miatt megbánnád, tehát a pénz nem minden, komolyan mondom, hidd el nekem. Ugyanis, na minden, ahogy mondtam, ne menjünk bele. Mi az oka annak, hogy kiköltöztetek Ausztráliába? Jöttek a szüleim, meg jöttünk velük. Davis milyen nyelven fog beszélni? Mert te magyarul beszélsz hozzá, feleséged más nyelven. A Davishez én sose beszélek magyarul, kivéve a videókon ugye, abra pár perce vagy másodperce, ahogy mindig angolul beszélek hozzá, a Lukaszhez is, a feleségemhez is. Tehát az a kis magyar, amit a Davis hall, az semmi se, tehát a feleségem, ő is angolul beszél a Davishez, ugye, meg a Lukaszhez, meg mindenkihez. Tehát a feleségem is úgy beszél makedonul, mint ahogy a Lukasz körülbelül magyarul. Olyan ritkán beszél a feleségem makedonul, te, na minden. Tehát a Davis az angolul fog megtanulni.
Terveztek még gyereket? Tervezel előadást? Nem, igen. Szia Tamás, több kérésem lenne. Aztán azt hiszem, azt a videót lassít be kell fejezni. 25 perces lesz, várjál. Egy, Veszna volt-e már Makedóniában? Igen, volt. Ugye ketten voltunk ott együtt, még régebben. Mi az oka, hogy nem szeretnétek tovább a lakásban maradni? Persze csak a publikus, nem szeretünk itt lakni, nem szeretünk itt lakni. Lukasz vissza fog menni a régi suliba, üdv a családnak. Nem, ide fog menni, szeret ide járni, azt mondta, nem akar már végig visszamenni. Ugye a régibe. Aj, várj a lábamat, leteszem, ugyanis itt ülök fönn való. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezt a videót itt most befejezem, mert nagyon hosszú lett. Úgyhogy egyelőre ennyit, lehet, hogy már folytatom tovább ezeket a kérdés-válaszos videókat egy pár nap múlva, vagy egy hét múlva, vagy így a videókon keresztül, a vlogos videókon keresztül, mikor ugye nem csinálok semmit, csak itthon vagyunk, lehet, hogy innét fogok egy párat válogatni, és válaszolok a kérdésekre. Van úton módon, előbb-utóbb mindenkinek kérdésére fogok válaszolni, úgyhogy ezt a videót itt most befejezem. Remélem, hogy válaszoltam rendesen, próbáltam rendesen válaszolni azokra a kérdésekre, ugye, amire volt időnk. Úgyhogy már ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézik, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!